hát gyakor belülük azért szép számmal lehet találni, és egy nagyon keresett dolog, és pikpakjel szokták ezeket adni, mert ugye megbízható. Jó pofa parika, hogyha az ember ismeri a betegségeit, akkor... csinálni szépen. Gyerünk, 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 Hodosi Zsolt. Lassan a 60 méternél. Közben füstelje ez önöknek a tapsot. Tehát ez azért nem az a tempó, amit a elestünk az előbb, ugye a 10.000 lóerős járgányoknál, de azért maradjunk annyiba, hogy 12,5 tonnával az MTZ 80-asa, ha a hajdúszoboszlói Honosi Zsoltal nem halad rosszul annyira. 80. méternél járunk, és még mindig nem láttam, hogy elkapart volna. Pedig azt is tegyük hozzá, hogy kapott egy vadonatúj pályát, úgyhogy ha minden igaz, akkor ezzel a 12,5 tonnával Honosi mester hamarosan megkapja azt a zászlót, ami egyértelműen azt fogja jelenteni, kérem szépen, hogy sikerült meghúznia a full pult! Gratulálunk, Hodosi Zsolt, Hajdúszoboszló! A rendszeri amatőr a traktorúzó hajdosság vette a kezdetet, és utányi majd a traktorosztát különbözik meg szüvesztő. Jól halad, 16 esztendős, de így is 32 év szakmai tapasztalata van, nagyon ritka. Azt nézzék meg, elhagyta a 60-at, a kis olajos Zolikán, kérem szépen, közeledik a 80 felé, na nem korva, mert addig még van ideje, és ha minden igaz, akkor most fog keresztül menni a bírón, mert hogy neki is meg lesz néhány centi múlik, gyere Zolik, vagy gyere, gyere, gyere! Kicsi Tomi meghúzza a 100 métert, akkor a Spari nem esik ki. Ha nem, kiesik a Spari. Nyolcvanadik méter. Meg is van. Az a dupla kerék amúgy az elég sokat jelent. Tapadó felület az bőven van. Közel van a 100-hoz. Közel van nagyon a 100-hoz. És hogyha minden igaz, akkor meg is van. Ott van, kérem szépen. Úgy hívják az eseményt, hogy full pull. Van Csisi Tamás Iregyháza, úgyhogy a Spartakus nem csak úgy bejutott az első osztályba, hanem benne is maradt. Ez volt gyakorlatilag a tétje meg a körnek.
hiszen ő az, aki gyakorlatilag neki indítja a rakétákat ennek a 100 méternek. A franciák egymás után jöttek. Tenni, hogyha lehetőségük van rá, a gigavéletű súlypadok azon a 100 méteren, úgyhogy mindenki benne van. Hölgyeim és uraim! Fontos, hogy ne történjen baleset. És az Iveco már püfögik ki magából azt a lájtos kis füstöt, amit szeretünk tőle. Úgyhogy árnyékba borul, hagyom a szervén! Tud kihozni ebből a géposztályból 52 esztendős pilóta és autótervező mérnök. Number 3 in the Euro Cup at this moment and he's going to run on this track. Here we go. Yeah.
with a wall of air. Guillaume Chauvin behind the wheel, opening Chauvin, his wife in front of the engines, helping to start up. Look here, I'm saying that. Into the clock. Specialities. Helicopter horse on the way. A gas tool in the air. Pronto seguida del motor hacia la Italia. Ugye lehúz valamiért ez a... De értem, a teljesítmény igazából megvan hozzá. A pálya viszont szerintem lehet, hogy egy picit túl nedves. Such a heavy...